kedves szülők, kedves nagyszülők, kedves gyerekek, kedves meghívott vendégek! Örülök, hogy elfogadták mai meghívásunkat, és mai rendezvényünkre ilyen sokan eljöttek. Ma abból az alkalomból vagyunk itt, hogy a nagycsoportosokat búcsúztassuk, és egyben megünnepeljük a gyermeknapot, melyet a kerti parti keretében szerveztünk meg. A csoportokban a kicsik és a középsősök már délelőtt elbúcsúztak a nagycsoportosoktól. Ma délután a nagycsoportosoké a főszerep. Ők szeretnének ballagó műsorukkal, kis óvodájuktól és csoporttársaiktól búcsúzni. Mai délutánunkat az ő műsorukkal kezdjük. Ezt követően az óvónénik szeretnének egy dallal ballagó gyermekeiktől búcsúzni. Nehéz elengedni őket, hisz az elmúlt 3-4 évben szíveinkhez nőttek, és elbúcsúzni mindig fáj, mindig rossz. De itt ez az életrendje, hogy ők tovább induljanak, és megkezdjék életük legújabb szakaszát, az iskolás éveket. Ehhez szeretnénk mi minden jót, sok sikert, sok örömet kívánni. A műsor után pedig majd megkezdődik az óvodai gyermeknap, mely sok-sok meglepetéssel vár a gyerekekre. Különböző játékállomások lesznek, és a gyerekek ismételten zsetont gyűjthetnek, melyeket a zsetonbeváltó helyeken majd beválthatnak. Hagyományainkhoz híven az ünnepségünket tombola húzással fogjuk zárni, és itt szeretném megköszönni az összes szülőnek a felajánlásokat, a pénz, tombola, zseton, illetve munka segítők felajánlását. És itt szeretném megköszönni Praci Józsefnek is az ismételt zenélést, hogy harmonika szóval adhatják elő a gyermekek ismét műsorukat. Köszönjük szépen! Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Kinder und liebe Gäste. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen Fest. Heute feiern wir das Abschlussfest der Vorschulkinder und gleichzeitig den Kindertag und unsere Gartenparty. Zuerst sehen Sie eine kleine Vorstellung der Vorschulkinder. Es sind Lieder und Reime, die Sie während des Jahres gelernt haben. Anschließend beginnt der Kindertag. Und zum Schluss ist die Tombola-Verlosung. Für Getränke und Speisen haben wir auch gesorgt. Wir wünschen Ihnen und uns allen eine gute Unterhaltung und den Kindern wünschen wir zu dem Schulanfang alles Gute, viel Glück und viel Spaß. És most fogadják szeretettel az óvodások műsorát. Thank you.
Polgármesterét, Marcz Ernő urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat, akik eljöttek ma, és elkísérték a ballagó gyerekeket, akik négy éve az óvodába járnak, és mai nap volt az utolsó olyan napjuk, amikor még ebben a közegben azok között, a gyerekek között vannak, akikkel a mindennapjaikat töltötték. Az ő életük egy kicsit meg fog változni. Minden ember életében egyszer elkövetkezik az a pillanat, mikor 3 éves lesz,
van, aki 4 éves lesz, és akkor be kell illaszkodni az óvodába. Nem egy egyszerű történet, én tudom. Hiszen az óvodába, amikor eljutunk, akkor kiszakadunk egy olyan családi környezetből, ahol minden körülöttetek forgott. Mindenki leste a kívánságaitokat, mindenki megpróbált mindennek megfelelni, és akkor jön ez az óvoda, ahol bekerültök sok-sok gyerekkel, és el kell kezdeni alkalmazkodni. Tehát az élet az ilyen, a közösség az közösség, ezt meg kell szokni, hiszen utána ez végig fogjuk kísérni az életeteket. El fogtok innen kerülni ebből az óvodából, de nem messzire, hiszen a szomszédos épületben, hogy megpróbáltunk ugyanilyen színűre csinálni, ugyanilyen színűre festeni, hogy ne legyen nagyon nagy változás, legalább a színekben. Aztán egyébként sok változás lesz, hiszen meg fogtok tanulni írni, meg fogtok tudni tanulni olvasni. Más közegbe kerültek, sokkal nagyobb gyerekek is lesznek, de én úgy gondolom, hogy meg fogjátok állni a helyeteket, hiszen egy olyan tudással, egy olyan alappal fogtok elindulni az óvodából, amit aztán kamatoztatni fogtok tudni az iskolába. Én arra kérlek meneteket, hogy az iskolára ugyanúgy vigyázzatok, mint az óvodára, hiszen 3 évvel ezelőtt, amikor felújítottuk az óvodát, akkor arra kértelek benneteket, hogy vigyázzatok rá, mert ugyan ti el fogtok menni, de jönnek helyettetek mások is, akik szeretnének szép körülmények között óvodába járni. Az iskolánál ugyanez lesz, vigyázzatok az iskolára, felújítottuk. Ti egy olyan közegbe fogtok már kerülni az iskolába, ami megújult. Szép új iskolába, új környezetbe. 22 gyerek az, aki ma elballag, és mint ahogy megtudtam a Zobonénitől, 37 gyerek került felvételre az óvodába. Tudjuk azt, hogy 3 évvel ezelőtt volt egy olyan időszak, amikor 34 gyerek született a településen, aztán 2 évvel ezelőtt 30 gyerek, és ha jól emlékszem, a tavalyi évben 22-24 gyerek. Tehát van egy ilyen időszakunk most, amikor azon kell gondolkodnunk, hogy hogy tudjuk a 37 gyereket elhelyezni, de meg tudjuk oldani, nem lesz bele probléma, 25-ös csoportok lesznek, tehát 100 fő körül lesz az óvodásoknak a létszáma. El fog kezdődni szeptemberben azoknak a gyerekeknek a óvoda, és azoknak a gyerekeknek az életében egy változás, a 37 gyereknek, aki az óvoda falai közé fog jönni. Én tudom, hogy szeptemberben mindig nagyon nehéz. Szülőnek sokszor nehezebb, mint a gyereknek, és tudom azt, hogy az anyukák, apukák többször sírnak, mint a gyerekek, de hát ez az életrendje, ezt meg kell szokni. Szülőket meg lehet nyugtatni azzal, hogy jó kezekbe kerülnek a gyerekek, hiszen tapasztalt, szakmailag magas szinten álló óvónők kezébe kerülnek a gyerekek, és sok mindent fognak tanulni, mint ahogy ezt ma is hallottuk, ezeket a szép énekeket, ezeket a szép verseket, ezeket a szép táncokat, ezeket mind is meg fogják tanulni, és 1 év múlva, 2 év múlva, 3 év múlva az iskolába tovább fogják vinni. Helyettetek jönnek majd mások, és ők ugyanezt meg fogják tanulni. Én kívánom azt nektek, hogy az iskolában nagyon sok ötöst szerezzetek, jó tanulók legyetek, büszkék lehessünk rátok, büszkék lehessenek a szülők rátok, hiszen akkor örülünk nektek, amikor egy kicsit csintalanok is vagytok, de mellette azért tanultok, és szép eredményeket értek el. Én úgy gondolom, minden szülőnek ez a vágya, ez az álma, ti meg ezeket teljesíteni fogjátok. Önkormányzatunk mindig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek olyan körülmények közé jöjjenek, olyan körülmények között nőjenek fel, hogy legalábbis kezdjék meg az életüket, ami hasonló az otthonihoz. Soha nem fogjuk tudni azokat a körülményeket megteremteni egy intézményben, mint ami a családi környezet, de próbálunk közelíteni hozzá, próbálunk olyan színvonalat, olyan helyzetet kialakítani, hogy örömmel jöjjenek a gyerekek az óvodába, aztán majd utána az iskolába. Úgyhogy meg fogadjátok tőlünk szeretettel azt az ajándékot, amit minden ballagó gyereknek átadunk, az egyes jóltartó, már éves óta, amivel meg fogtuk tudni tanulni először írni, aztán utána majd, ha elfogyott a ceruza, ami kifogyott a tolba a tinta, akkor a szülők majd fognak lenni, olyan sokat gyakoroltak. Szeretném megköszönni a dadáknak, az óvónőknek a munkáját, hiszen nincs egyszerű dolguk. Gyerekek elevenek, mozgékonyak, le kell őket kötni, tehát én úgy gondolom, hogy a kellő tapasztalat, a kellő szakmai tapasztalat az megvan mögöttük, és tudják kezelni ezeket a helyzeteket. Mi meg megpróbáljuk önkormányzati szinten az egyik feltételeket biztosítani, amit úgy gondolok, hogy azért ügyel bajjal sikerül is.
Én kívánom nektek még egyszer azt, hogy jó tanulók legyenek. A szülőknek ugye azt, hogy sok-sok türelem, sok-sok megértés az iskolába, az egy más kategória. Tehát ott azért már komoly feladatok vannak, nem olyan szabad az egész, mint itt az óvodába, hiszen itt azért, ha egy-két napot el lehetett lógni, akkor azt el lehetett lógni, az iskolában már nem lehet. Az iskolában kemény feltételek vannak, tanulni kell, ott kell lenni, figyelni kell, és lesz házi feladat, amit meg kell oldani. Tehát amikor vége van a tanításnak, akkor nem azzal áll, nem abból áll a délután, hogy hazamegyek és csak játszok, hanem lesznek feladatok, amit meg kell csinálni. De nagyon ügyesek vagyok, és meg fogják tudni oldani. Szeretném még külön megköszönni Ladának, Teri néninek, Terinek a munkáját. Nem tudom, hol van. Ja, ott van, Teri néni. Hiszen ő az idén nyugdíjba megy. Nehéz a pótolni a helyét, hiszen a gyerekek nagyon szerették a Teri nénit, sok mindent hallottam róla, és csak pozitívat, és csak jót. Úgyhogy ő is kilép a Róda kötelékei közül, de megígérte, hogy nagyon sokszor vissza fog jönni, nagyon sokszor meg fogja látogatni azokat a gyerekeket, akik itt maradnak, akikkel ő együtt dolgozott, akikkel együtt teltek a napjait. Nehéz szívvel válik el az óvodától, de hát az élet ilyen, fog helyette majd valaki más jönni, aki meg kell szokni, aki majd meg fog szokni benneteket, és reméljük, hogy ugyanolyan jól fogja végezni a munkáját, ugyanolyan becsülettel és ugyanolyan szeretettel, ugyanolyan odaadással, mint hogy ezt a terményen csináltak. Úgyhogy Teri, köszönjük a munkádat, és nagyon szép, egészséges, nyugdíjas éveket kívánunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon szép délután. Most szeretnénk átadni a nagycsoportosoknak a koltartót. Itt szeretném én is megköszönni az önkormányzat egész éves támogatását, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását. Köszönjük szépen! Győrik Bálint! Klinger Alder! Rúzsa Márc! Gyere vissza! Alder! Schaller Máté, De Santa Maria Iris, Felhős Dominik, Mészáros Loretta Anna, Vitek Laura, Albert Petra, Kullajtár Bachmann Léna, Jóbi Kata, Király Zoé Lívia, Lujber Boglárka, Brek Anna Bíborka, Grössl Benedek, Péter Mária Magdolna, Koles Dániel, Ferenci Áron, Lukács Diana Napsugár, Riffer Emma, Vasina Gergő és Molnár Máté. Köszönöm szépen!
amíg a kolléganőim kiosztják a gyermekeknek az ajándékokat, én szeretném megköszönni a szülői munkaközösségnek az idei évi munkáját. És egy Goethe Csaba idézettel szeretném ezt megtenni. Arra lenne a legnagyobb szüksége a mai világnak, hogy sok-sok ember sok-sok egyszerű dolgot nagy szeretettel és jósággal tegyen. És szeretném szólítani az idei év szülői közösségi tagjait, és megköszönni nekik az idei évi munkájukat. Köszönjük szépen! Reiner Judit, Lajos Tímea. Kinyitod ezt a könyvet nekem? Lapozol benne? Ennyi minden van benne. Megfogom a virágot addig, jó? Jó, kösz szépen! Visszadom! Technikai malőr miatt, remélem azért hallható volt azért a műsorunk, sajnálom, hogy nem működött rendesen a mikrofon. Én itt szeretnék egy személyi változást, igen, amit a polgármester úr már jelzett, jelezni minden szülő felé. Szalcinger Ferenc Péteri néni 25 év óvodai dajkai munka után elköszönt tőlünk, nehéz lesz majd elengedni, és nem is akarok itt a nagy közönség előtt nagy szavakat használni. Én szeretném megköszönni Teri néninek majd az egész éves munkáját, az etiki munkáját. A jövőben szeretnék neki nagyon-nagyon sok egészséget kívánni, sok örömet kisunokájával, Milánnal. És szeretném megkérni majd a Napsugár csoportnak a szüleit, hogy mindenki legyen szíves bejönni a csoportba, ahol Teri nénit még csoporton belül elköszöntjük. És most minden szülő, aki hozott a gyermekeknek kis virágot, kis ajándékot.
amikor én ezt elvállaltam, hogy fogok mondani pár szót a dobónéniknek, azt nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz, de még jól hoztam puskát. És délután, amikor jöttem a gyerekért, azt gondoltam, hogy már nehéz lesz nekem így fejből mondani bármit is, úgyhogy pár mondatba összefoglaltam, hogy mennyire szerettünk ide járni, mennyire jó volt nekünk itt, és tényleg nagyon szépen köszönöm minden jó tanácsot, és minden jót, amit tettetek a gyerekeinkért. 3 évig voltatok gyermekeink mellett, tanítottátok, szerettétek, fogtátok és neveltétek. Fogtátok kezüket, vezetítettek az úton, szívből köszönünk mindent, és hálával tartozunk. Vidámság, móka, jókedv, nevetés, ezek mind ti voltatok, kedves óvónéni. Helyettünk ti öleltétek át végtelen szeretettel, melegséget árasztva tartottátok kezeteket. Farsang, kirándulás, öröm emlék nekünk, de szívünkben mindig itt maradtok velünk. Hálásan köszönünk minden jót és szépet, nem feledjük a sok kedves óvodás emléket. És most fogadjátok szeretettel a ballagok kis előadásukat. Eleinte sokat sírtunk, anyukánktól elszakadtunk. Óvodába kellett menni, óvónénit megismerni. Minden új volt és szokatlan, ellenálltunk a karasztal. Minek nekünk az óvoda, vigyázzon ránk a nagymama. Mert anyukának 1000 gondja, apucinak sok a dolga. Muszáj nekünk a óvoda, ha van még otthon egy nagymama. Nem volt mese, mert menni kellett. Csoport nevű napocska lett. Teri néni türelemmel, Ogó nénik megértéssel mesélték a házi rendet. A házi rendben olvas idő. Az meg minek? Az nem menő. Alvás előtt büsállatka, állatosztó feladata. Óvónénitek az óvónénik, Marika meg Anikó. Nem akartunk elaludni, de a mese nagyon jó. Pici játék, pici autó, az lesz majd a masszírozó. Óvó nénit masszírozzuk, a mesét is meghallgatjuk. De hogy is van ez? Már ballagunk? Mindenkitől elbúcsúzunk? Mégis szép a sok emlék, köszönhetünk most mindenért. Teri néni dajkált minket, bekötötte a sebünket, simogatta a fejünket, letörölte könnyeinket. Ő is ballag, nyugdíjba megy, kívánunk jó egészséget. Anikó sem hívta bérajzolni, s nem fog nekünk gitározni, de szép hangja még messze kísér, emlékünkben sokáig él. Mint pólóján a kék madárke, mikor otthon eltörte a bokáját, úgy fog hiányozni nekünk sokáig, akkor sem énekelt velünk. Marika néni sem készít már munkát, és nem tudunk vele többé tarizni. Hangja mesébe alvás goringatok, de jobban szeretjük a búder Jákobot. Szüli napon szólt a ének, kapuk száma a hány éves. Kirándulás éregen a tanyag. Színházban sem megyünk együtt, a sok-sok élményt nem feledjük. Néha szigorral, de sok szeretettel, pici életünkben sok idő így telt el. Szívünkben reménnyel, de sokszor könnyezve, kíváncsiságunkat nem is leplezve, rosszalkodva és kérdezve, jó gyerekekként és szeretve, kilépünk egy másik életbe. Ballagunk lassan megbizontalanul.
mivel ránk jobb lesz az iskola, amit itt tanultunk, magunkkal visszük. Nem kevés, ezt tudjuk és hisszük. Köszönjük is hála a türelemért, sok kedves szóért, alkotó munkáért. Sokat játszottunk, sokat nevettünk, igaz, néha nagyokat is estünk. De mindig voltunk könnyeinket, szinte észrevétlen letöröltek. Köszönjük, és most minden olyan bizonytalan, nem maradhatnánk az óviban. Hát, ha lehetne. Köszönjük. Köszönjük szépen ezt a gyönyörű verset, mert ez, ha jól érzem, ez személyre szólóan nekünk készítettétek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Az egész, ugye ez a ballagok műsora volt, és mi pedig az egész csoport nevében ezt a kis ajándékot a elmúlt egy évért, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Még csak az ajándékot. Köszönjük szépen. Kedves Teri Lévi, valamennyi régi és jelenlegi óvodásod, valamint szüleid nevében szeretném megköszönni a sok szeretetet, odafigyelést, bátorítást, törődést, amit a sok-sok év alatt tőled kaptunk. Kívánunk neked egészséges, vidám, boldog, tartalmas, nyugdíjas éveket. Köszönöm. Nagyon nehéz. 25 év nagyon hosszú idő, nagyon nehéz. Próbáltam úgy dolgozni a dolgomat csinálni, mint otthon. A gyerekeket úgy szeretni, mint a saját könyvmat. Hát remélem sikerült. Köszönöm szépen. És köszönjük. Én szeretném zárni akkor a sort. Nem fogok nagy beszédet tartani, hisz az én hangom is elcsuklana, mert én sokat dolgoztam a Terivel.
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm az együtt töltött éveket, köszönöm Teri néni munkáját, és köszönöm azt, hogy mindig számíthattam rá. És egy idézettel zárnám soraimat, és ezzel szeretnék minden jót kívánni az elkövetkezendő nyugdíjas éveidhez, sok örömet, sok pihenést, és élvezd az időt a kisunokáddal Milánnal. Az életed egy új fordulatot vesz, egy régi ajtó zárul be előtted, de ne félj, hisz ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép. Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek, soha ne fordíts hátat az embereknek. Szeresd a szépet, keresd a jót, ha szükséged van ránk, mindig itt vagyunk. Bocsánat. Annyit szeretnék mondani, hogy mi már délelőtt, tehát nem volt könnyű napunk, mert mi már délelőtt könnyeztünk egy sort, mert elköszöntünk a gyerekekkel Teri nénitől egy verseléssel, szép dallal. Bizony, nekünk is nehéz lesz, mert a csoportban úgy gondolom, hogy nagyon jól összeszoktunk, nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, és Teri néni nagyon hiányozni fogsz. Úgyhogy gyere hozzánk vissza gyakran. A királybuli megyünk, majd elhívunk. Gyere velünk, és gyere be hozzánk sokszor. Hát amikor lehet, és mondtam az Aniéknak, meg a lányoknak, hogy bármikor a szükség van rám, én jövök, és nagyon szívesen fogok segíteni. Én meg nem szeretnék búcsúszkodni, mert mi annyi időt töltöttünk együtt, mint néhányan egy házasságban sem. Vezettük egymást pénztárcáját, segítettük egymást, és ezután is úgy gondolom, hogy nem fogok szakadni a kapcsolatban. Mindig visszavárom. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Önöket a Magyar Hősök Vasárnapján. 2011 óta hagyomány, hogy ezen a napon hősi halottainkra emlékezünk. Zoltán atyával imádkozzunk az elhunyt hősökért, majd a Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör Egyesület magyar dallal emlékezik. Jézus a városon kívül halt meg a kereszten. Idegen sírba temették. Háborúkban, hazánk, otthonaink védelmében, vagy esztelen gyűlölettől kényszerítve sokan mieink közül is idegenben haltak meg. Idegen földben nyugszanak. Nem kísérhették szeretteik őket utolsó útjukra. Az emlékezés virágait, gyertyát nem tehetik sírjukra. Hősi halottainkért imádkozzunk, kedves testvérek, a mai napon, akiknek élete, vére, áldozat volt értünk és helyettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és halálunk óráján. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, nyugodjanak békében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Thank you.
Hallgassuk meg dr. Sopovné, dr. Bachmann Katalin előadásában Babits Mihály, Mi atyánk című versét. Azt követően Szantner Gábor hagyományőrző, plébánia testületi tag ünnepi beszédét hallgatjuk meg. Babits Mihály, Mi atyánk. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben. Szenteltessék meg a te neved, a te legszebb neved, békesség. Jöjjön el a mi országunk, véres a földünk, háborúval. Kezed sújtását sejtjük, Uram. És mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben. Legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a hón java, és hulljon a lomb. Csak éljen a fa. De vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod? Nem leng-e az utolsó fürtön is áldva? Miként a mennyekben, azonképpen itt a földön is? Megráztál, nem lehet szörnyemben. Már most, ami fánkon még megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgaljat. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérben csúszik meg, értük az, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek. A gaz tied, Uram, büntetni. A miénk csak az, hogy védelmezzük a mieinket. És ne vígy kísértedbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget őrizzük meg, bár véresen, de át ne hasadjon sohasem. Jaj, ki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tied az ország, kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség. Ki neveden buzdul, bármennyit küzdés vérez, előbb vagy utóbb, övé lesz a hatalom és a dicsőség. Amen. Tisztelt emlékező közönség, kedves egybegyűltek!
A 2001-ben újra törvénybe iktatott hagyomány alapján május utolsó vasárnapán róljuk le a hálánkat és kegyeletünket a nemzet hősei és vértanúi előtt, azok emléke előtt tisztelgünk, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták, vagy áldozták Magyarországért. Az országgyűlés törvényben örökítette meg a haza szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékét. Az emlékünnep a nagy háború, az első világháború hősi halottai feletti emlékezés, kegyelet és hála napja volt eredetileg, s vajon ki gondolta akkor, hogy a nagy háború vérontását alig 20 év múlva egy másik, még nagyobb vérontás fogja felülmúlni. A törvény a két nagy háborúnál is szélesebbre tárja az emlékezés kapuit, az ezer év magyar történelmének hőseit és vértanúit emeli a nemzeti emlékezet lelki panteonjába. Olyan szélesre és mélyre, hogy nehéz is minden hősre egyszerre gondolni, egyre inkább olyan érzésünk támad, hogy az emlékezés idején a hősökre általában gondolunk. A hős általában, az általános hős, mint az emlékezés tárgya, vajon helyes elképzelés ez? Hiszen például rögtön mondhatjuk, hogy vannak háborús hőseink, és vannak, akik nem háborúban váltak a nemzet és az ország hőseivé, mártírjaivel. Vagy vannak a hősi halottaink, és vannak, akik hősi helytállással emelték be tetteiket a nemzeti emlékezetbe, életük azonban, bár megváltozott ezáltal, de megmaradt. Voltak hős fejedelmek, hadvezérek, tisztek, katonák, forradalmárok, civilek. A hősök tehát nem általánosak, és nem is egyformák. Amikor én a háborús hősökre gondolok, az első gondolat a saját dédapámé, akit már személyesen nem ismerhettem meg, néhány évvel azelőtt halt meg, hogy én megszülettem. Az első világháború hőse volt a sok közkatona egyike. Az olasz fronton szolgált, alig töltötte be a 18. évét, már vitték is az Isonzó vidékére, ahol a sokak által leírt poklok poklát kellett ifjan átélnie. Amikor én a háborús hőse gondolok, első gondolatom tehát azé az elemi iskolát és néhány polgári osztályt végzett tarjáni fiatalemberé, aki túlélte az olasz front poklát, akire igazak József Attila sorai, a gondra bátor okos férfi kivédte menthetetlen honát. Aki a véres front szolgálati évek után sem választotta a könnyebbet, a leszerelést, hanem maradt fegyverben, mert a hazát, az országot meg kellett védeni, a fegyverszüneti egyezményt semmibe vevő, a nemzetközi jog szerint agresszornak számító pisantant hadattól. Ez a harc, mint tudjuk, nem vezetett sikerre. Voltak győztes csaták, de az ország területét nem tudták 1919-ben megvédeni, a haza nagy része elveszett. Valahogyan úgy alakult történelmünk, hogy hőseink sorra vesztes háborús hősei, vesztesek, sosem vagy csak nagyon ritkán kerültek ki a győzők, a győztesek soraiból. De a hősök számomra mindig csak látszólag, vagyis a hadjárat, a csata szempontjából vesztesek. Győzötte a termopülői szorosban hátramaradt 300 spártai hoplita, győztek-e a székelyek a nyergestetőn, győztek-e a korvin közi vagy a szénatéri felkelők. Győztek a felvidék visszafoglalói, az isonzó harcosai vagy a Don melletti helytártak. Igen, győztek. Győztesek ők, és nem csak az utókor szemében, nem csak a nemzeti megmaradásunk értelmében, nem csak történelmi távlatban. Győztesek, mert legyőzték önmagukat. Hősökké váltak azáltal, hogy minden ember számára a legfontosabb érték, a saját életük elé más értékeket helyeztek. A haza, az ezred, a bajtársak, a nemzet, a család, az ország területe vagy egy eszme, egy eszmény fontosabb volt nekik hőstettük, hősi helytállásuk pillanatában, mint önmaguk élete, egészsége, épsége. Önmagunk legyőzése, az önfeláldozás pedig a legnagyobb győzelem. Hirdetem és mondom tehát, hogy a mai emléknapon ünnepelt hőseink, hősök és győztesek egyszerre. Mire tanít minket ma a hősök példája? Vagy másképpen, mit is taníthatunk a hősök példájával? Úgy érzem, egyetlen szóban lehet összefoglalni a tanítás lényegét, bátorság. Gyáva ember nem válhat hőssé, mert legyen amúgy valaki a hétköznapi életben óvatos, megfontolt, vagy akár éppen gyáva,
a hősiesség pillanatában bátorrá nemesedik. Nem az válik hőssé feltétlenül, aki vakmerő vagy bátor a hétköznapi körülmények között, hanem aki megőrzi vagy önmagában felismeri és meg is éli bátorságát. Hősök tehát a bátrak és bátorrá váltak egyaránt. Ez a helytállás és ez a példa nem csak tanítható, hanem tanítandó is. Nem azért, mert a mai fiataloknak feltétlenül hőssé kellene válni, hanem azért, hogy tudják, az őseik közül sokan váltak hétköznapi emberből hőssé, és mi azért beszélhetünk ma erről, mert ők voltak annyira bátrak, hogy hőssé legyenek. Ez a példa hőseink és bátraink példája azonban nem az iskolapadban, egyetemi előadóteremben, vagy akár csak a gyakorlótéren adható át. Arra volna és arra van szükség, hogy a hősök és bátrak példája és szelleme jelen legyen, vagy legalábbis jelen lehessen velünk, lehessen mindig. Olyan helyen, ahol például a nagyszerűsége, méltósága és a hősi halottak kegyeleti hangulata egyszerre tanítanak, egy pillanat alatt adják át fiainak mindazt az érzést, amit egyaránt építi, a ma élők lelkét ápolja, a hagyományt, adja meg a tiszteletet, rója le a kegyeletet. Ahogyan az első világháborús olasz hősi halottak hatalmas emlékműve Redipulliában, melyen egyetlen szó van számtalanszor felírva, prezente, mintha az elhunytak, a hősi halottak ma is most azt mondanák, hogy jelen vannak, jelentkezem, jelen vagyok, jelen vagyunk. Mindaddig, amíg egy ilyen monumentális emlékhely el nem készülhet, a lelkünkben és a szívünkben kell minden magyar hős, minden önmagát legyőző bátor ember emlékét erősen megérezni. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Tarjáni plébánia nevében koszorút helyez el Szabó Zoltán atya és Szantner Gábor plébánia testületi tag. Azután ismét a dalkör következik. Közreműködője a Testvérek zenekar három tagja, Stréli György vezetésével végezetül elfújja a magyar takarodót. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segesdi László, a panzió tulajdonosa, cigánybált rendezett. A vendégek közt sok ismert nótaénekes fogadta el a meghívást. Kapcsolódjunk bemulatságukba. Thank you.
Vagy 8 éves se voltam, mikor anyám
Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta a tanítványainak. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kenyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára. Ezek az evangélium igény. Hallunk téged, Krisztus! Úristen, aki azt akarta, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon, add jelenlétét úgy tisztelnünk a földön, hogy boldog színe látására eljussunk a mennybe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Köszönöm szépen!
Krisztus királyt, urunkat, aki a szent misében érettünk, föláldozza magát. Jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek! És a teremtettel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne, s tornyot is épített. Majd bérbe adta a szőlőműveseknek, és elment idegenbe. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját. Elküldte, hogy szedje be neki járó részt a szőlő terméséből. Ezek neki estek, összeverték és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát küldött hát oda hozzájuk, ennek betörték a fejét, és szitták, gyalázták. Küldött egy harmadik szolgát is, ezt megölték. S még több más szolgát küldött, ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk. Azt gondolta, a fiamat csak megbecsülik. De a szőlőmunkások így biztatták egymást. Ez az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek hát, megölték, és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Elmegy, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, melyet az építők elvetettek, szeglettővé lett, az Úr tette azzá, s csodálatos a szemünkben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Áldozatot az egész népért, alleluja! Őrizd és szenteld meg örökségedet, alleluja! Könyörögjünk, árazd el szívünket mindenható Isten kegyelmet bőségével, és engedj bíznunk abban, hogy szent fiat földi halála által, amire titokzatos szentség emlékeztet, megadod az örök életet, Krisztus a mi Urunk által.